Vasárnap délután a kerítés szélén kerestek DNS nyomokat a rendőrök. Az elkövető állítólag itt mászott be ennek a családi háznak az udvarára. A szomszédok nem akartak nyilatkozni, azt azonban elárulták, ők úgy tudják, a gyilkosság csak betörésnek indult itt nyílt urán. Ebben a nagyházban egyedül élt a 84 éves áldozat. Az idős hölgy évekkel ezelőtt Ukrajnából költözött Magyarországra. Azt is a szomszédok mesélték, bár arcukat nem vállalták, hogy a férje pár éve meghalt, azóta lakott magában. Legközelebbi hozzátartozója a lánya Nyírpazonyban él. A gyilkosság pontos idejét egyelőre még nem tudni. Nyírtúrai otthonában holtan találtak rá az ott élő 84 éves asszonyra 2017. április 9-én. A nyomozás jelenlegi adatai szerint az asszony halálát idegenkezűség okozta, ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya emberölés büntette elkövetésének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen folytat nyomozást. Hétfő délelőtt már csendes volt a helyszín, az egyik szomszéd állítása szerint vasárnap azonban egy mentő és legalább 10 rendőrautó volt az utcában. Az arcát nem vállaló utcabeli azt is hozzátette, az idős hölgy már nagyon gyenge volt, alig látták néha sétálni a környéken. A helyszínen folyamatos a rendőrségi felügyelet.